itt van az évszáma, hogy 1527 ott a címer fölött. Mutatja Oldol János Gábor, a Vosinszky Mór megyei múzeum igazgatója a lelet egyik értékes darabját. Egy simontornyai lakos bejelentése alapján került a múzeumba a lelet. A pénzérméket egy korsó rejtette a talaj felszín alatt nem sokkal. Oldol János Gábor azt mondja, közel 3 évtizede nem került hasonló lelet anyag a múzeum birtokába. Nagyon sok külföldi pénz is van a leletben. Viszonylag ritka az, hogy 1625 pénzről tudunk jelen pillanatban, ami még nőhet, mert hiszen össze is ragadhatott egy-két érem. Legalább 100 török akcse van benne, ami az edénynek inkább az alsó részébe került elhelyezésre, de van benne vagy 40 osztrák területről származó salzburgi, passaui, úgynevezett baccen, garas, tehát ilyen külföldinek számító pénz is, ami egy viszonylag tágabb ilyen kereskedelmi kapcsolatrendszerre utalhat. A tudományos feldolgozás megkezdődött, a törvény értelmében a becsületes megtalálót jutalomba részesítik majd. A leletmentést követően várhatóan jövőre kamarakiállítás keretében mutatják be a simontornyai pénzleletet.